Közös fotó az edzőkkel és a gyerekekkel, és persze a dedikálás. Hétfő késő délután nagyon sok fiatal vízilabdázó volt ott a nyíregyházi sportuszoda előterében, várva, hogy találkozzon Nagy Viktorral. A 2 évvel ezelőtt visszavonult kapus pályafutásáról most jelent meg egy könyv, amely a Ma nem címet és a Szőnyi úttól Tokióig Így láttam a kapuból alcímet viseli. 10 éves korom óta vízilabdázok, és nagyon gyorsan elment, de igazából 1 évvel ezelőtt voltam itt Nyíregyházán legutoljára, és az is nagyon gyorsan elment. Úgyhogy örülök, hogy újra itt lehetek, és hogy itt nyithatjuk meg az első ilyen úgymond roadshow-t. Nyíregyháza kicsit azért áll közel hozzám, mert nagyon jó munka folyik itt, és körülbelül 2 éve ismertem meg a vezetőséget, és azóta árgus szemekkel nézem a munkásságukat, és le a kalappal. Úgyhogy azért szerettem volna, hogyha első helyszín Nyíregyháza, hogy kicsit még inkább halljanak róluk. Az Aqua SE, én úgy gondolom, nagyon jó munkát végez itt, és jó itt lenni. Az Aqua SE elnöke nagyon örült annak, hogy a világ és Európa bajnok, olimpiai bronzérmes korábbi kapus Nyíregyházán mutatta be a kötetet a közönségnek. Az Aqua Sport Egyesületnek ez egy óriási nagy elismerés, hogy Viktor úgy gondolt, hogy a könyv bemutatójának az első állomása Nyíregyházán lesz. Ennek az indoklása tulajdonképpen az ő szájából, ha elhangzott, az volt, hogy azt az utánpótlás munkát, amit itt Nyíregyházán képviselünk, ő ezzel próbálta értékelni és díjazni, és ezt külön köszönjük, hogy tényleg elsők között lehetünk az elsők között. Nagy Viktor jelenleg nem dolgozik a magyar vízilabdában, a tengeren túlon igyekszik kamatoztatni tudását. Hát egy 4 hónapja kiköltözöm a családommal Amerikába, Kaliforniába, San Joséban élünk. Voltak hírek, amik kicsit így negatívra lettek hangolva. Ezt megcáfolnám annyival, hogy nagyon jól érezzük magunkat, és nyilván voltak nehézségek, de szuper, szuperül el vagyunk, nagyon jó közegben vagyunk vízilabda edzőként, első számban kapus edzőként, és emellett segítem a klubnak a munkásságát. Most több mint 400 gyereket oktatunk, és szeretnének fejlődni, és ebbe próbálok nekik még segíteni. A nyíregyházi rendezvényt követően még 5 vidéki és 2 budapesti helyszínen találkozhatnak a fiatal vízilabdázók és a szurkolók a 143-szoros válogatott kapussal.